most másra, csak arra, hogy minden tűnik el, majd minden, minden, minden tettél még meg, minden, mire vágytál, ahol még sohasem jártál, itt kezd tűnik el. Segítenem kell Erminek, úgy a folytassátok, köszönöm. Fika éneket! Köszönjük szépen! Nem is tudom, milyen dalt énekeljünk el, ami mondjuk nem saját. De egy egyszerű dalt! Na Pika, nyomjad! Na most megtettük! Ez a túl bonyolult az egyszerű dalt! Hát, ha jó lesz, az az érzésem. Na, akkor nektek elmondom, elárulom így négy szem közt. Mindenki azt mondja, hogy olyan a hangom, mint a Lukácsé. Akkor tudjátok, hogy elnyomunk egy olyan dalt, hogy elmagyarázom a Pikának, hogy E, G, T, G. Nem egy bonyolult. Néha úgy hiányzik Mariolána, mint a hercegnőnek a tunduhája, az erdélyen, a szerelyen, a vonzami bélyen, a nézők, az a srác, aki már meg is látta, s tudva, jól utálja magát, de mégse hittem volna, hogy a végét előveszi a pisztolyát, csak egyszerű dal!
Köszönjük szépen! A technika ellenére kibaszott jó a hangulat. Mindjárt édesszalom, korona jó! Balán papa csokoltatlak ott a pultnál. Lehet, hogy te kevergeted el ott a dolgot. Ez mit csinálsz? Mit csinálsz? Lenyomtad a vizet, eloszkult? Aha. Több viszkiszt nem kapsz, az viszont. Oké. Okay. De tényleg egy ilyen unplug koncert kéne most akkor, ne? Egyébként hangulat kapva hozzá. Úgyhogy azt azért tényleg köszönjük szépen. Hú, gyerekek, hozz nekem valaki egy sört, ha már ilyen házi bulli jellegű lett a mutatván. Köszönjük szépen. Én a hippie side. Őket egyébként most a Rockwell Mexikkel láthatjátok, és a Junkie zenekarban. Ország szerte. Jöttök ide is, Pestelem? Jött, lesznek itt is még? Már Budapesten lesznek? Ez a Budapest egyébként olyan jó hely, mert én laktam itt egy évet, de az szar volt, nem mondom el. Azért, mert tök mindegy, hogy hol élsz, hogyha jól élsz, akkor faszak. De akkor, hogy akkor mit hadd rakjálkozzam kicsit az új albumot. Most megjelent egy, most már másfél hete hétfőn. Szalagon Gáfa címmel. Letöltetitek tök ingyen az oldalunkról. Ez a hátsó ajtóban túl. És hogyha már ott jártok a hátsó ajtóban túl, akkor kérlek szépen látogassatok el a phoenixmusic.sk-ra, mert ha nem teszitek, akkor mérgesek leszünk. Mert hogy a Phoenix zenekar a nyomjuk ezt a túlnél. És nem utolsó sorban, sörben, azt is el szeretném mondani, hogy kísér minket ezen a túlnél egy nagyon-nagyon jó zenekar, és tényleg szemtelenül fiatalok. Őket úgy hívják, hogy Warizóhoz. Felvidékről, úgyhogy nagyon hason nekik, őket láttátok, hallottátok az előtt. Úgyhogy az a helyzet, hogy teljesen jó, mindegy, néha összejönnek ilyen dolgok, de ki a faszt érdekel, ilyen az élet, ugye. Néha fent, néha le. Ismerek egy jó viccet. Az a baj, hogy amíg beáll a technika, addig én úgy be fogok kúrni, tényleg. Mert egyébként megfáztam a héten, és próbálok magamat gyógyítani. Mert mindenki mondta, hogy pánika, de az a baj, hogy az a nagyon hamar berúgok. Ezért inkább maradtam a sörnél. Úgy szeretem, amikor az Ermi tekergeti. Nagyon jó. Ja, és az nem mellékesen egyébként a Szalagon Gyáfa című lemez producerre mondhatjuk úgy, Ermi volt. Nem mondom el az igazi nevét, mert megsértődik. Mondjuk, igen. De csak valamit mondani, ez kezd el menni ilyen stand-upba. De mindegy. Lehet, hogy is megállnám a helyemet. Várjál, fotózkodom egy pillanat. Azért, mert most már mindegy. De egyszer csak helyreálljunk. Csak... Igen, de hát valamit mégis csak csinálni kell, ugye. Szegény Phoenix nem játszik egy percet se. Ne haragudjatok. Ja, tényleg, Tomi, bocs. Nem direkt volt. Ez szar megtenni 500 km-t és hazamenni a semmit. Ja, és köszönjük Bulinak a bulit, szerintem azért basztuk el, mert megjött, és ez aztán buliban, tényleg, tehát egészséged. De hogy az, légy szíves, távozzál. És igen. Szívelek is, köszönjük. Hát gyerekek, ez ilyen. Lehet, hogy azért az a baj, hogy rám van akasztva a gitár. Ermi, átveszed, mert akkor lehet, hogy jó lesz. Ez már 10 éve volt. Nem? Hazudtam, 12. Nem. Először 93-ban vettem kezembe gitárt. Ott kezdődtek a gondok. Akkor se volt. Se hang, se semmi.